Biszkotti narancssal és mogyoróval. Tíz dek a vajat és 15 dek a kristálycukrot egy keverőtálba teszünk, és habosra keverünk. Egyesével hozzáütünk két egész tojást, és egyenletesen eldolgozzuk őket a masszában. Harmincnek a liszthez hozzáadunk egy púpozott evőkanál sütőport, és egy csipetnyi sót is szórunk bele. A lisztet több adagban hozzákeverjük a tésztához, míg szép sima állagúvá nem válik. Hozzáadunk 10 dek a pörkölt mogyorót és egy narancs lereszelt héját, majd az egészet óvatosan összeforgatjuk. Finoman belisztezzük a kezünket és a két részre osztott tésztát is, majd egy sütőpapírral bérelt tepsén mindkét adagból ellapított kenyérformát alakítunk ki. 170 fokon 20 perc alatt elősütjük a tésztát. Kész, pár perc pihentetés után másfél centi vastag szeletekre vágjuk, és ismét sütőbe helyezzük 170 fokra, ahol a sütemények egyik felét 7-8 perc alatt ropogósra sütjük. Ezután átforgatjuk, és ugyanígy megsütjük a másik oldalukat is. Az elkészült süteményeket hagyjuk kihűlni, majd légmentesen záró edénybe rakva tároljuk őket, akár két héten keresztül.